Ezt tanultuk gyerekek. Nem olyan jól énekeljük, mint te, de azért kérem. Etike, a rosszel is ma mi a pésre lájött hát. Hát ez Imre egész meg hatódtam, hogy te ismered ezt a dal. Tessék? Nagyon finom sajtó. Édeském, édes drágám, én azt hiszem, hogy ilyen meglátogatni jöttelek benneteket, nem zabálni jöttem. De hát egy kis falat, egy falat a kis itallal. Azért jöttem, hogy lássalak. Csak egy kicsit jobban csúszik a pezsgő. A pezsgő csúszik magától, ne téve. Jó. Pezsgésőben nincs problémám, az inni tudok mindig. Csak enni nem tudok mindig. Látod, én mindig tudok. És ez jó pezsgő. Milyen ez, Hungária? Hungária extra dry. Igen, Hungária extra dry. És a poharak pedig ebben szervírozták a Nobel banketten. Ilyen pohárból a pezsgő. Hát édesapám, akkor meg kell valamelni. Nagyon-nagyon örülök. Igaz, hogy egyik tanítványom akkor írt rólad a disszertációban, mielőtt a Nobel-díjat. Ez felvevő vagy csak kép? Ez felvevő vagy csak kép? Felvett. A disszertáció megbocsátásról szól. A sorstalanság az első angol fordítás nyomán, ami nem volt jó. És a fiú se nem zsidó, se nem magyar. És a te könyvedet választotta a disszertációra. Igen. Igen. Ez mutatja, hogy könyveként olyan megvolt a maga üzenete, nem kellett ahhoz neked személyes tapasztalatod legyen. Ez a legjobb. Igen. Én úgy utálom, amikor a zsidóságomból ilyen szemináriumban. Egyszer, legközelebb azt fogom mondani, tudod, mert ha meg kérnek valahol felolvasni, mint egy hely, mint Makóval, mit tudom, elmegyek, akkor fogadnak, és elmondják, hogy hány és hány zsidó jött itt, az előtt a háború előtt, hány jöttek vissza. De aztán igaz, hallgatni kellett meg, de most elmint helyreállítjuk a zsinagógát, és akkor majdnem azt mondom, hogy uram, mit meséli ezt nekem? Nem vagyok zsidó. Ezt lenne kedvem válaszol. Hát én persze zsidó vagyok nagyon is, és ez különben tudod, hogy téged helyettem vittek el Auschwitzba. Mert ugyanabban sorban voltunk, ahol te. Én az anyámmal. Ugyanabban sorban, amikor vittek, tereltek minket, és akkor csak anyu, én meg kiugrottam a sorról anyámmal együtt. És igen, büszke voltam erre, hogy kiugrottam sorról, és hát kiugrani lehetett a sorból. De most már nem vagyok rá büszke, mert azért tudtam kiugrani, mert másokat maradtam. Nem azért, nem? Nem, sokan ugrottak ki a sorban. Igen. Így van, ez történelem. Ez így adódott. Ezért nincs miért szégyenkezni, aztán pláne boldog vagyok, hogy megvan. Igazad, szóval nekem igazán bűntudatom volt, és biztos, hogy még mit van is. Neked nincs okot, hogy legyen, mert a egyszer ott meghaltál. De nekünk van okunk rá. Drága Ágnesek, hát ha úgy véled, de én nem hiszem, hogy lenne okod rá. De tudod, ez nem egy racionális kérdés. Nem. És a racionálisan mondod, nincs okom rá, de nem racionálisan. Ha arra gondolsz, hogy nekem volt egy gyerekkori társaságom, négy fiúval voltam jóban egy társaságban, akik azon hármat megöltek, és közöttük első szerelmemet megölték, akkor azért van valami okom. Hogy így mondjam. Nem is ok. Hát nem is ok, de van egy motivuma. Van egy motivuma, hogy Bihari Gyuri 16 éves korában megfájt. Ugye?
ez nem ez a gyerek, hát most már a gyerek, akkor nekem szerelmem volt. Most már régen egy gyerek, már az unokám, vagy dédunokám lassan. This is the bottom line, I understand, don't get the bottom line. Ja, hát én is jól látlak, és jól néz ki a képen. Na látod, már két nő mondja, hogy jól néz ki a képet, el kell hinni. Igen, mert jól néz ki, mert sima az arca. Nem a lábadat nézem, az enyémet csak kell nézni. Most már rendben van, de azért hosszú ideig volt csúnya. Milyen nagyszerű vagy. Mi? Milyen nagyszerű vagy. Mozogsz, és mintha nem is lett volna az operáció. Igyekszem, mert tudod, mert szeretem a testem, és nem szeretem, hogyha elfagy engem. Tudod, mi az, az ember szereti a testét? Azt nem, annak funkcionálni kell. Láttad volna Jeruzsálembe, 2-3 órákat sétáltunk még bottal, de azóta már hajította bottyát. Akkor bottal sétáltam. Nem. A testnek nem szabad, az ember szereti, van, aki nem szereti a testet, de te is szereted a testedet, szembe láthatod, persze. Mert alapjában, tudod, Ibre, te egy epikureus vagy alapjában véve. Ugye? Csak ellenkezőképpen szól az életem. Szóval epikureus vagyok, de nem mindig van élvezni. Te tudod, Imre, nem az az epikureus, akinek mindig van oka élvezni. Az az epikureus, aki akkor is élvez, ha nincs oka élvezni. Ez most fotóz téged. Igen.